Tisztelt polgármester úr, mi minden történt a héten? A héten leginkább két vagy három fontos dolog történt. A legfontosabb az az, hogy a Ikarusz pályán tervezett sportcsarnoknak a építészeti tervpályázata lezárult, elkészültek a látványtervek, és a tisztelt bírálóbizottság is meghozta a döntését, és tegnapi nap ki is hirdette azt, hogy kik és milyen díjazásban részesülnek. Ugye 10 pályázó került be a második körbe, ebből a 10 pályázóból egyet ki kellett zárni, mert nem volt megfelelő az ajánlata, illetve maga a terv, amit készített, de nem is ezért zártuk ki, hanem a úgynevezett nyilvánosság, vagy a titkosságot megszegte, tehát közbeszerzési szempontból ki kellett zárni, ettől függetlenül mondom, a maga a pályázata is hiányos volt. És a 9 pályázóból végül is az 5-ös számú lett az első. Lett első, második, harmadik díjazott, és még 2 pályaművet ítélt úgy a tisztelt bírálóbizottság, amit vásároljon meg az önkormányzat. Én a bírálatnál is elmondtam, hogy maradéktalanul nem vagyok elégedett, mert bár nagyon jó pályaművek érkeztek, és mindenki komolyan vette azt a kérést, ami benne volt a pályázati kiírásban, hogy egy költséghatékony épületet és egy nem túl drágán megvalósítható épületet tervezzenek, ez szinte mindegyik pályázó ezt teljesítette, de mindegyik pályamunkának vannak olyan dolgai, ami még nem tökéletes, és még tovább kell fejleszteni. Ilyen például a győztesnek is, magának a térben való elhelyezése a csarnoknak, tehát az Ikarusz sportpályán való elhelyezés nem tökéletes, a néző és a sportolói megközelítés is még egy kicsit problémás, találkoznak, amit ugye előírtuk, hogy lehetőleg ne találkozzanak, de tovább fejleszthető a terv, úgyhogy valószínűleg úgy fog tovább lépni majd a képviselőtestület, de hát ez a képviselőtestület döntése, hogy akkor ezt az egyes győztes pályaművet majd akkor kidolgozza részletesen, vagy kidolgoztatja részletesen a tervező céggel. Leginkább ez volt a legfontosabb, és ami még nagyon fontos, hogy aláírtuk a szerződést az MLS-szel a múlt héten, a 2 darab műfűves pálya építésére, és jövő héten már kezdődik is az MLTC pályának, a kisebb műfűves pályának az építése, és jövő hét utáni héten meg az Ikarus sportpályán a nagy műfűves pályának az építését megkezdi a kivitelező cég. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyár végére mind a 2 pálya már a kerületi sportolók rendelkezésére fog állni, akár az MLTC-n, akár az Ikaruszon. Ami még fontos volt, illetve én nagyon jó, kellemes estét töltöttem el a Macokai Orosz László galériában Rusz Edit mesekönyvének bemutatóján. Ugye Rusz Edit szexuálpszichológus, és a kerületben igen nagy, meg országosan is igen nagy népszerűségnek örvend. Több könyve jelent már meg, és férjével együtt közösen alkották ezt a könyvet, hisz ő írta, a férje meg a illusztrációnak szánt képeket tette hozzá, úgyhogy ez megint egy közös alkotás. Nagyon jó volt a maga a bemutató, meg a könyvbe is beleolvastam, meg ott föl is olvastam belőle, nagyon élvezetes, jó könyv. Kifejezetten gyerekek számára szólt mesekönyvként. Szerintem hiánypótló a szakmájában, de hát mindenki majd megítéli, a könyvet meg lehet vásárolni, nem is túl drága, úgyhogy ajánlom mindenkinek, mert nagyon szép maga a borítója is, meg egyébként a benne szereplő képek is nagyon szépek, meg hát maga a mese is. 4 mese van benne, úgyhogy nagyon, nagyon jó. Hol vásárolható meg? Szerintem vagy a Macokai Orosz László galériában, vagy Rusz Editet közvetlenül megkeresik, meg előbb-utóbb szerintem a könyvesboltokban is meg lehet majd vásárolni, de Rusz Editnél biztosan, tehát az teljesen biztos. Aztán ami még, hát én inkább úgy mondom, hogy szomorú, bár bizonyára örömteli is, és megvan a maga tapasztalata ebből, a polgármesteri titkárnő Végvári Károlyné nyugdíjba vonul. Ami még önmagában nem lenne egy nagy dolog, hát sokan vonulnak nyugdíjba, ugye elég a korhatár, de itt az első munkahelyről vonul nyugdíjba, 42 évet itt a 16. kerületi polgármesteri hivatalban, illetve korábban még tanácsban töltötte, és már nagyon-nagyon régóta ő a polgármestereknek a titkárnője, még a tanácselnököknek is ő volt a titkárnője annak idején. Egy olyan szakember, egy olyan kolléga, aki én azt szoktam mondani, hogy akit az ICA nem ismer, az nincs. Tehát ő mindenkit ismer, mindenkit tud, mindenkit el tud érni, gyorsír, gépír, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon jó kollégát veszítünk el idézőjébe azzal, hogy nyugdíjba vonul. Természetesen, hát, aki 42 évet ledolgozott, az megérdemli azt, hogy már pihenjen egy kicsit, igen, hogy a nyugdíjas éveit élvezze.
De ahogy én figyelem a hivatali dolgozókat, ő van legrégebb óta, ez nyilvánvaló, de nem sok olyan kolléga van, aki mondjuk a fele annyi időt már itt lett volna a polgármesteri hivatalban. 2-3 van ilyen, aki ilyen sok időt eltöltött a 16. kerületben, úgyhogy majd egy külön meglepetésen még azért készülünk neki, de hát ez már a mi magunk belső ügye, de nagyon köszönöm Icának azt a munkát, amit itt végzett. Ugye én az elmúlt 6 évet tudom mondani, páratlan. Mindenkinek csak azt kívánom, hogy ilyen titkárnője legyen. Itt a mennyiség minőségbe csapott át a munka tekintetében, gondolom. Hát itt a se mennyiségi munkában nincsen párja, se minőségiben. Tehát, hogy mondjam, a hivatalban, hát nem azt mondom, hogy félnek az ICA-tól, de hogyha az ICA kér valamit, akkor azonnal teljesítik, hogy így finoman fogalmazzak. Mert az ICA az a fajta, aki biztos, hogy el fogja érni azt, amit szeretne, és nem a saját érdekében, hanem azért, mert ez a munkája, ez a feladata. Tisztelettel állnak hozzá. Az biztos, hogy tisztelik a kollégák, és nagyon szeretik is, de ez majd ma a meglepetés partin ki fog derülni. Hát gratulálunk neki, hogy ilyen szép hosszú időt ilyen békességben eltöltött, és kellemes nyugdíjas pihenő éveket kívánunk. Én is ezt fogom majd neki mondani. Ami még ezen a héten történt, hogy döntött a bíráló bizottság egy közbeszerzési pályázatnál, méghozzá végre, hál' Istennek, most már elhárult minden akadály, amire a BKV sem kötözködik, hogy a sasami piacon levő hépvágányt most már végre le tudjuk burkolni, és parkolót tudunk ott pluszba létesíteni. Úgyhogy a közbeszerzési eljáráson a nyertes megvan, ugye ilyenkor van egy 8 nap, amit meg kell várni, 10 nap a szerződés aláírásával, és utána pár nap, ameddig még fölvonul a kivitelező, úgyhogy szerintem július vége, augusztus elején kezdődik ott a beruházás és a parkolók építése a sasami piacon. Úgyhogy ezzel is hál' Istennek végre sikerült előre haladni. Szerintem az is egy akkora munka, hogy szeptember elejére, közepére az is kész lesz, tehát amire a nyári szünetből, szabadságolásból visszajönnek az emberek, akkor azt fogják tapasztalni, hogy egy újabb fejlesztés van a kerületben, illetve hát nagyon jól áll, nem tudom, hogy ki jár arra, a Rákosi úton a parkolók építése az, mert ugye a nyár vége a határidő ott a kivitelezőnek, de nagyon előre haladt, úgyhogy lehet, hogy egy 2 héttel, 3 héttel, vagy akár egy hónapban is hamarabb kész lesz, aminek én kifejezetten örülök. Úgyhogy nagyjából ezek a dolgok történtek most ezen a héten, hát végül is nálunk is azért már nyár van. Tervezés időszaka, ugye már a jövő évet tervezzük, ami kifejezetten bonyolult lesz az önkormányzat számára, hisz teljesen változnak a törvények 2013. január 1-től, ugye az iskoláknak a tanárok bérét most már nem az önkormányzat fogja fizetni, hanem majd a kormány. Változni fog ugye a hatáskörök, okmányiroda átkerül a kormányhivatalba, gyámhivatal átkerül a kormányhivatalba, úgyhogy még ősszel lesz elég dolga az önkormányzatnak, hogy ezt szépen koordinálja. Jó hír talán az, hogy nem kell máshova menni okmányokat kiállítani, hanem ugyanúgy a Baross Gábor utcai épületben lesz az okmányiroda, csak nem az lesz kiírva, hogy 16. kerületi önkormányzat, hanem hogy kormányhivatal. Ez az ellátás szempontjából teljesen lényegtelen. És amennyire én hallom, most persze ez még egyeztetéseket igényel, kormányablak is lesz ott, tehát nem csak olyan dolgokat lehet majd intézni, mint az okmányok kiállítása, hanem minden, ami a kormányablakhoz tartozik, a földhivatali ügyintézéstől kezdve egy csomó minden, ami meg szerintem kifejezetten jó hír. Persze ennek még az is feltétele, hogy ott hogyan lehet a fizikai helyet megvalósítani, mert ugye az okmányiroda elfoglalja ezt a területet, mi a gyámhivatalt, illetve a népesség nyilvántartást is szeretnénk oda átköltöztetni. És hát az épületnek a másik fele az még azért bőven felújításra szorul, úgyhogy majd még egyeztetünk a kormányhivatallal, hogy akkor ez hogy és miként fog majd megvalósulni. De hát erre itt van még az egész ősz, vagy koratél is, úgyhogy szerintem azzal megint csak nem lesz gond, legalábbis mi arra törekszünk, hogy zökkenőmentes legyen ez az átállás. Feladat minden esetre van. Hát nem unatkozunk, ez kétségtelen. Köszönöm szépen, és kellemes pihenést kívánok. Köszönöm szépen.